Továbbra is a legnagyobb probléma a Hold-Duna vízkészletének stabilizálása, mondta Berta Zoltán alpolgármester. A vízügyi szakemberekkel közösen felmérték a daromlási szivattyú telep állapotát, mely jelenállás szerint alkalmatlan a vízpótlás biztosítására. Most már búvárok is megnézték a területet, hiszen ezek a szivattyúk, ezek az élő Duna medrében fenékre elhelyezett szivattyúk, tehát ott is kell felmérést végezni. Most jelen pillanatban ez a fázis van, hogy ajánlatkérések vannak a szakszerű felméréseknek az elvégzésére, amiből gyakorlatilag majd egy megfelelő beruházási projektet, költségbecslést lehet készíteni. A Holtág víze megközelítően 3000 hektár öntözését szolgálja, és kiemelt természetvédelmi területként tartják nyilván. Így van lehetőség arra, hogy a korszerűsítési koncepció elkészülte után pályázati forrást találjanak a helyreállítására. Jelen pillanatban is kiemelt gazdasági cél és program, hogy minél nagyobb legyen az öntözhető területeknek aránya. Ebben lehetne ez a műtárgy nagy segítségre. Erre különböző központi források is vannak, amik egyébként állami tulajdonú létesítmények felújítására szolgálnak, vonatkoznak. E pillanatban nincs kézzelfogható költségvetés a felújításra és a Holtág vízrendezésére. Az év végére elkészülő koncepció ad majd választ arra, mekkora forrásra lenne szükség ahhoz, hogy a következő lépést is megtehessék a Holtág vízrendezésében.